Kedves nézőink, tegnap óta zajlik Kolozsváron több helyszínen a PUK Nemzetközi Báb és Marionett Színházak Fesztiváljának 12. kiadása. Mi pedig, hogy tetézzük a dolgot, mai adásunkba egy független bábszínészt hívtunk meg vendégül. Szeptember 26-án a Kolozsvári Csepürágó Egyesület két oszlopos tagja, Demeter Ferenc és Liviu Mátéj a Kőleves című népmesét adta elő mesés bábos kóstolós játék formájában a Kincsesváros egyik kevéssé ismert, de annál kellemesebb hangulatú borozójában. Rövid képes beszámoló következik erről a rendhagyó előadásról, majd megismerkedhetünk a mese főszereplőjével, Demeter Ferenc bábszínésszel. A felvételen hallható sistergés nem technikai hiba, hanem az időközben záporozó eső hangja. Mesét vegyenek! Szép mesét vegyenek! Mesét vegyenek! Szép mesét vegye! Ne! Nincs az a kutyának való idő, meg világ. Nem kell már senkinek a mese. Hál' is, hogy állít te. Bocsánat, be sem mutatkoztam. Úgy hívnak, hogy Garabonciás Laurián a mese mondja. Ti szeretitek a meséket? A bátortalan is, de jól esik neki. Bundás! Bundás, gyere gyorsan te, hol vagy? Bundás, gyere, itt szeretik a meséket! Nem látták a kutyám. Hol vagy? Bundás! Hol vagy te? Tudom én, hogy kell előtt csalogatni. Akartok nekem segíteni? No, akkor ha akartok, akkor kiáltsátok azt, hogy bundás, vacsora. Tudjátok, van-e még? Előtte akkor próbálunk egyet. Bundás, vacsora. Bundás, vacsora. Egy, kettő, három. Bundás, vacsora. Hol a vacsora? Hát, azt még meg kell szerezni. Ez a lárma! Adjon Isten, jó esti! Nincsen semmi! De én nem is kértem semmit. Ez aztán a fogadtatás. Mit mond a bunya? Hol bászom? Van egyéb? Okos kutya vagy te, bundás! Okosabb, mint a tordai malac! Narabó becsenyele! A vidám szomorkás bevezető után a furfangos mesemondó előkotorja tarisznyájából, a sose volt király Nekeresdi leveskőbányájából származó kincsét, és a fukar háziasszonytól edényt, vizet, zsírt és sót csal ki a levesfőzéshez. Majd arra hivatkozva, hogy öreg a kő, és lassan fő meg, mesét mond a szegény emberről, aki kifogta a mesebeli aranyhalat, és azt teljesítette három kívánságát, de mi haszna, hiszen a házsártos feleséggel való civakodásban elfecsérelik mindhárom sorsfordító esélyüket. Természetesen a mesebeli mese csodatevéséhez kolbászra van szükség, ezt pedig a mesemondó a fukar háziasszonytól kölcsönözi. Addig ügyeskedik, amíg meséje végén a kölcsönkolbász belepottyan a levesfőző edénybe. Ez a jó kiszámított fordulat aztán maga után vonja a kőleveshez szükséges további hozzávalók előcsalogatását, hagyma, paradicsom, paprika, murok, petrezselyem és pityóka is kerül az üstbe, és ettől valóban kiadóssá és ízletessé válik az étel. A mesemondó, a gazdasszony, sőt még a bundás kutya is jól laknak belőle, de hátra van még a játék kóstolós része. A két bábszínész szétosztja az üstből az immár valóságos ételt a lelkesen tapsoló közönségnek. Totál jó az egész!
Még szép, ha? Csak úgy megágyazunk a borna. Szakács szóltam, kérem. Te valóban rúgni? Már mondod? Tartak a kérdés? Ez a mai pont. Kicsit lehet. Köszönöm szépen, akkor a másikat is. Ennyi már így. Van. Jó, itt vagy, atya, hogy amíg meleg, addig kell lenni. Tessék csak megkóstolni. Kedves nézőink, a Kőleves című népmese Báb színházi változatát láthatták, és amint megígértük önöknek, itt ül mellettünk a stúdióba, mellettem a stúdióba Demeter Ferenc bábművész. Szervusz, köszönöm, hogy eljöttél. Jó napot kívánok mindenkinek. Egyedül jöttél? Egyedül valakit rejtegetsz. Valakit rejtegetsz az asztal alatt, bemutatod nekünk a társad? Hát én Habakuk vagyok, félig kész állapotban, de úgy eljöttem, hogy én is nézek bele. Mert hogy azt akarja mondani, hogy én mindig úgy gondoltam, hogy milyen dolog az, hogy időnként beszélnek bábokról, bábosok, és soha nincs egy bábú a képben. Hát én most itt vagyok, és akkor tessék velem is foglalkozni, én is válaszolhatok a kérdésekre. Habakuk, mondd el nekem, mi a véleményed Feriről, aki mozgat téged. Kicsit felületes. De azért jó fáj. De jó van, de. Feri, mióta foglalkozol bábművészettel? Mikor kezdted el? Hogyan kezdted akkor el? Rögtön megint azzal kezdem, hogy nincs olyan, hogy bábművészet szerintem. Ez jó, magam véleményem. Akkor mi van? Bábjáték van. Bábjáték van. Ez valamikor 1997 vagy 8 december 1-én nem kerülhettem be, tehát akkor december 2-án kerültem be a Puk Báb Színházba. Milyen erős kezdő bábosként. És onnantól kezdve kezdtem közeledni, úgy szép lassan, de sokáig tarttam, míg rátaláltam az igazi bábjátékra. És ehhez meg Kovács Ildikó a főkulcs. Itt hát Kovács Ildikó nincs közöttünk, viszont elhoztad két kötetét, amely számodra alap. Könyv, hogyha jól értettem. Hát az, amit kezedben tartasz. Ez az alapkönyv, az jó, alap. Akkor először ezt mutatjuk. Ez meg fájdalmas, mert ezt már halála után jelent meg. Viszont van benne, és akkor maradtam most az elején, így elmondanám, azt nagyon szépen megfogalmazt, és akkor nem kell én beszéljek túl sokat arról, hogy mit jelent a bábjáték. Hát így ez egy ilyen szabad versnek is, képversnek is gyönyörű lehetne, és akkor inkább igen. Elmondom, ha lehet. Nem olyan hosszú. Jó, rendben, hallgassuk meg. Azt mondjuk el, hogy ki írta? Kovács Ildikó. Kovács Ildikó írta. És a címe az, hogy a bábú. A bábú időtlenséget hordozó lény, a bábú emberjelkép, beledermedve az időbe tekintete reánk szegeződik, kutató, kapcsolatteremtő, kihívó, fürkésző, ígéretes, nem szobor, nem kép, ő a bábú, ott rejlik benne az életrekeltés csodája, ígérete, készenlét a dermedtségből megmozdulni, ez az ígéret feszültséget teremt, a csoda, a mágia ígéretét. De ott rejlik benne a rejtett fenyegetés is, mint minden kultikus jelképben, varázsereje van. De mint minden varázserő, ártalmassá is válhat. Ha hitetlen, profán, sáfárkodó sarlatán kezébe kerül, a bábú megbosszulja a közönyt, a cinizmust, a profanizálást, és csoda helyett tárgyá válik. A művészet nem tűri a hazugságot. Nagyon szép volt tényleg, megindító sorok. Mennyire ragaszkodsz ehhez a hitvalláshoz, vagy mennyire tudod betartani? Hát mert ez mint minden hitvallást ugye 100%-osan nehéz betartani, követni lehet. Törekszem. Törekszel. Nem mi könnyű, ott néha muszáj túllépni egy kicsit ezen, hogy mégis meg lehessen tartani ezt az előadást. Néha viszont muszáj kompromisszumokat is elkövetni, sajnos. Igen, igen. És mióta járod a saját magad útját? Említetted, hogy a Puk Báb Színházhoz kerültél, Kovács Ildikó nagyon-nagyon sok
báb játékosa, akkor nevezzük játékosoknak őket, volt hatással. Ő egy nagyon nagy rendező volt, egy nagyon nagy művész, engedd meg, hogy ez esetben legalább Kovács Ildikóra használjam. Hát a művészettel semmi gond. Ezt a kifejezést. Mikor léptél a saját magad útjára? Mert mindaz, amit tőled láttunk, nagy részt, hát a one-man show kategóriába tartozik szinte. Igen, hát ez úgy nem is tudom, hogy én kerestem-e ezt a műfajt, vagy ez a műfaj talált rám. Úgy, vagy 10 éve körülbelül, plusz-minusz 2-3, olyan valamikor 2007-8-ban kezdtem el a saját utamat járni. Előtte már voltak próbálkozásaim a Kejfel Jancsi komédiás kompániával, Vince Lacival csináltunk már az előtt ilyen egyszerűen csinált bábjátékokat, amikvel úgy járkáltuk az országot. És akkor úgy adódott valahogy, hogy úgy muszáj volt kilépnem, mert az énem úgy akarta, most kicsit nagyképű. Viszont Ildikó néni is azt mondta, akkor megint oda visszatérünk, oda mindig visszatérek hozzá, hogy ennek a gyermeknek, mert hogy hozzá képes gyermek voltam, ott kellett hagyni a bábszínházat, hogy megtanuljon játszani. Ez volt számomra az egyik legszebb bók, vagy nem is bók, hanem elismerése annak, amit elismerése csinálsz, annak amit a művelsz. Munkának, ami nem könnyű, nem is nehéz, de nagyon hálás tud lenni. Hol lépsz fel? Kik hívnak meg? Azt tudom, hogy nem csak Kolozsváron, hanem erdélyszerte fellépsz. Hát, nincsen fesztivál, nincs olyan sokadalom, nincs olyan közösségi egybegyűlés, még vannak, ahol hogy ne nem legyél voltam, jelen. De megpróbálok mindenhová eljutni, mert hogy egy kis misszió is számomra, főleg ez a János Vitéz, amit úgy született, itt vannak a jegyzetek, hogy próbálni kellett volna a következő napon, és előző este Ildikó néni leírt a forgatókönyvet, és azt úgy ránk hagyta, és annak alapján készült el az a János Vitéz. Aminek kapcsán, vagy ami közben nagyon rengeteget tanultam. Éveket pótoltam, vagy évek pörögtek ott egy-két év alatt, amíg megcsináltam azt az előadást, és ezáltal egy nagyon fontos, és tényleg ilyen missziós tevékenységként is művelem, vagy játszom ezt az előadást, és akkor az a cél, hogy minél több helyre eljutni. Játszottam óvodába, templomba, kocsmába, iskolába, kultúrházba, szabadtéren, félszabadtéren, mit lehet még mondani?